Luna néven saját streaming szolgáltatást indít az Amazon. Amíg a zenei és filmes szolgáltatások egészen szépen prosperálnak, addig a játékokat kínáló változatok kevésbé népszerűek, így az új szolgáltató csak javíthat a tendencián. Az Amazon Luna előfizetéses rendszerben működik majd, használatához nincs szükség drága hardverre, bár egy izmosabb internet elérés azért nem fog ártani. $6 ellenében folyamatosan frissülő másfél százas játékkínálathoz lehet hozzáférni, amelyek alapként Full HD 60 FPS felbontásban érhetőek el, de lesznek olyan címek is, amelyek 4K 60 FPS felbontásban kerülnek fel, és természetesen a Twitch integráció is adott lesz. A szolgáltatás elsőként tengeren túlon indul be, sajnos az európai elérésről egyelőre még nem esett szó. Új előzetest kapott a Bloodborne Team The Medium névre hallgató horror kalandja, amelyben Troy Baker alakítja majd a legfőbb gonoszt. A játék főszereplője egyébként Marianne, aki a saját világunk mellett a párhuzamosan létező szellemvilágban is otthonosan mozog, ez pedig hasznára válik a cselekményt mozgató brutális gyilkosság felgöngyölítésében. A Layers of Fear-t és az Observer-t is fejlesztő heggesztők ismeretében, elborult karakterekben és parás jelenetekben alig ha lesz hiány, így az ijedősebbeknek bizony könnyedén gatyába olvadhat a sportszelet. Nagyon úgy fest, hogy a Call of Duty Black Ops Cold War az utóbbi évek legizgalmasabb Call of Duty epizódja lehet. A játékot novemberre ígérték a fejlesztők, ami előtt hagyományosan több lépcsős próbaidőszak várható. Elsőként október 8-ával a korábbi gyakorlatnak megfelelően a PlayStation 4 tulajdonosok merülhetnek el a hidegháború izgalmaiban, majd október 15-től a PC és Xbox platformok is sorra kerülnek, október 17-e és 19-e között pedig bárki csatlakozhat. Kérem, hát ez a hal megdöglött, mint a 2K pankrációs szériája. Hát nem elég, hogy a WWE 2K széria kisírozott szakadékban addig száguldott a végzete felé, hogy az idei részt jobbnak látták törölni az alkotók, most pedig engedély nélkül ábrázolt tetoválások miatt citálták bíróság elé a fejlesztőket és a kiadót. A The Hollywood Reporter számolt be arról, hogy Catherine Alexander tetováló művész keresetet indított, amiért engedély nélkül használták fel tetoválásait a bunyós játékokban. A művész összesen 6 Randy Orton testét díszítő minta miatt perelt, egyelőre még vitatárgyát képezi, hogy ezeket élethűen ábrázolva történt a jogsértés. Néhány éve már volt egy hasonló eset az NBA 2K játékosaira vart tetoválások miatt, azonban akkor az ítészek a kiadó javára döntöttek. De gyönyörű ez a tó, hát és ez a kilátás? Hát remélem, hogy a Godfall esetében sokkal jobbak a kilátások. A november 12-én Epic Games Store-ban megjelenő és egyben PlayStation 5 nyitócímként tündöklő Godfall egy igazi aprítós mókának tűnik. Most megtudtuk a harcrendszerének pár részletét, így a jól kivitelezett kitéréseket követően megtudhatjuk az ellenfelek gyenge pontjait, melyekre nagyobb sebzés érdekében célszerű lesz koncentrálni. A jól ütemezett fegyverváltásokat sebzésnövekedéssel jutalmazza a rendszer, míg a Soul Shattering névre hallgató különleges támadást akkor lesz lehetőségünk aktiválni, ha felkucorodtunk kicsit a szopórollerre. A pajzsok egyébként nem csak védelemre szolgálnak, hanem aktívan alkalmazhatjuk őket a támadások során is. Hamarosan kilép a korai hozzáférés státuszából az október 13-án megjelenő harmadik Torchlight kaland, amit ugyan nem az első két felvonást heggesztő Runic Games fejlesztett, de azért vigaszra adhat okot, hogy Max Schaefer, az eredeti játékok egyik atya is részt vett a projektben. A játék egyik érdekességre, hogy az Extra Games az ingyenes Torchlight Frontiers-t alakította át klasszikus akció-RPG formátumra. Az új kaland cselekménye 100 évvel a második epizód után veszi fel a fonalat, Novastraja földjét újfent idegen kreatúrák igyekeznek leigázni, amit ismét csak egy maroknyi hős képes megakadályozni. Az újabb részben emberi településekkel alig fogunk találkozni, ugyanis a civilizációt magunk mögött hagyva, minden korábbinál kietlenebb tájakon kell majd bizonyítani a rátermettségünket.